Hát sziasztok, én Zanhu vagyok, és ahogy megígézőnek, meg úgy általánosságban nem is rossz videó lesz most. Arról fog szólni ez a videó, hogy hogyan rakjunk be textúra pekkeket, akár skin, mindent, ami így kapcsolatos Minecraft-tal. Mutatok egy nagyon jó programot, amivel lehet cheatelni single world-be is szerveren, de szerveren is mutatok egy olyan hacket, bár nem nagyon van már olyan szerver, csak ilyen alapszerókon van, hogy nem bannolják ki meg, hogy lehet használni ezt a hacket, ezt a legális hacket. Igen, ilyen marshalló, Android-t így tesztelem, ilyen marshalló Android launcher van rajtam a telefonon. Mondom, hát kipróbálhatni ki lehet. És akkor hát annyian megy tetszésemet elnyerte, igazából nem rossz cuccanat. Launcher Pro 2 a neve egyébként, háttérzajért megint elnézést. Akkor nézzük is. A legelső, hogy már mai nap már ott tartunk, hogy már a Block Launcher is ugyebár átjött 0.12.1-es verzióra, az ajokért elnézést, szerintem nem nagyon fog hallatszódni, de lehet. Most le is frissítem, mert már a Not Working Minecraft 1.0.0. Hát igen, mert hát nem arra van kitalálva. Igen, itt az FPS counter a sarokba, persze, szokás szerint, oké. Okay. Akkor ennél annyi a dolgunk, hogy ezt letöltjük, ezt a Block Launcher-t letöltöttük, oké. Akkor innen kilépünk, lehúzzuk. Akkor felmegyünk a Google-re, amin, ha jól tudom, most azt fogjuk beírni, hogy mcpdl. Ezt az mcpdl oldalt megtaláljátok, szerintem nagyon egyszerű megtalálni, beírjátok, hogy mcpdl, meg text formába ki lesz téve. Igen, itt láthatjátok, hogy itt vannak Minecraft maps, itt mutatja, hogy Minecraft maps, meg stb., meg blablabla. Sziasztok, én Zanhu vagyok, és ebben a videóban most egy nézőm kedvében akartam járni, és hát, hogy írtam már egy hosszú ideje, hogy csináljak videót erről, lehet, hogyha hozzászólást nézitek, ott megtaláljátok. Most így nem akarom bemondani a nevét, mert lehet, hogy nem akarja, hogy bemondjam. Na, első dolgunk, hogy már ugyebár kijött a Block Launcher-nek az újabb verziója, egyébként crackeltem fel régebben, azzal is működnie kell elvileg. Igen, hát kb. Ennyi. Semmi különbség, csak annyi, hogy már van supportja az újhoz. Oké, akkor ez így megvan. Ez bőven elég hozzá, meg stb. Akkor Google-be beírjátok, vagy böngészőbe, vagy akárhova, ahol akarjátok, ilyen keresőbe. Annyit kell beírjátok. MCPDL lesz, beírjátok. És akkor erre az oldalra eljöttök, ez az ikonja, ez a zöldes dobozka. És akkor itt erre rámentek, itt a sarokba erre. És akkor itt találtok olyat, hogy Start, Mods, Skins, Maps. És akkor itt van, hogy olyan, hogy lejjebb, ha minden igaz, Textura Pack. Ebbe 64x64-es nézetek, ami jobb Textura Pack, úgymond. Van ez a Li-es Textura Pack például. Van ez a 3D-s textúra pack, ugye, és itt van, amit nagyon sokan kerestek, a Faithful HD nevezetű textúra pack, ami, ahogy láthatjátok, gyönyörű, szép textúra pack, de ez tényleg nagyon brutálisan jól néz ki, bár elég csalókák a képek, mert nem pont ilyen amúgy a játékba, ahogy láthatjátok, hogy azért hát ez a fáklyás dolog sem pont ilyen, de rettentően reálisan árnyék, sőt, még a lomb mozgása, meg a fű mozgás is megy. És akkor itt elvileg, ha minden igaz, akkor a Shaders Lightot, vagy az Ultrát, nem is tudom, hogy itt rámentek, mert nem mindegyik. Van valamelyik már a linkje már elhalt, vagy hogy mondjam így, ki a voltak, na jönnek ezek a hülye reklámok, ah, Isten.
Ezeket úgy utálom. Szerintem ti is utáljátok. Igen, például Hobbs. Ilyen bajok vannak persze, hát... Na. Akkor megnézitek a Shadows Ultrát. Nem tudom igazából, hogy működik-e, nekem még működött annak idején, de ha nem, akkor tudok mutatni egyébként... Megint ezek a reklámok. Most ezért reklámok elnézést, hogyha zavar valakit. Na hát igen, ez is annyi. Ennek is. De a normál HD-s szerintem az egyik valamelyik az biztos, hogy jó, de nem tudom. Én nagyon tudom, ezt a normál HD-t vagy az ultrát tettem fel. Megint egy ilyen kis hibaüzenetecske. Ez sem jó, oké, tökéletes, semmi gond, akkor olyat fogunk csinálni, hogy ez iOS-ra van, ugye ez nem jó, vagyis hát akinek iPhone-ja van, vagy iPad, annak jó. Na igen, ahogy láthattátok, most itt a Fight Cult Purple, nem tudom megmutatni, de ezt a 3D textúra pack, erre még én is kíváncsi vagyok, mert már teszteltem, de ugyan videóban nem tettem fel, mert nem tudom, nem volt annyira hú, de jó. De ezt megnézzük, ez így képek alapján egészen nagyon szépnek látszik. Bár kicsit animációsítva van, mert nem gondolom, hogy ennyire ilyen lenne, de hát csalódjunk pozitívan. Rámentek ugye erre a Dovloadra, itt Mediafire a legjobb szerintem, ami lehet Dovload, letölti ugyebár nekünk mindjárt a textura packet. És aztán lesz egy kis vágás, úgy gondolom. Ja igen, akkor a Shaders azt mindjárt meg is mutatom. Így kell beírni, hogyha akarjátok ti magatoktól, de adok linket. De lehet nem találjuk meg. Shaders textúra. Minden igaz, akkor innen működni fog. Nem tudom, mert én nem így szedtem le én. Magamnak generáltam a felét igen, le is töltötte. Itt fogadni képet, jó. Jó, hát itt rámentek a Dovloadra. Ha Dropboxos, akkor le kell szedni, ha minden igaz, egy applikációt hozzá, de nem tudom. Nem hisz, nekem le kell szedni hozzá. De valakinek amúgy alapból megvan ez a Dropbox, nekem pont nem volt meg alapból. Itt a Skipadra, ugye ez egy ilyen közvetítő oldal. És elvileg le is szedjük akkor ezt is. De ez egy app. Jó. Akkor ez egy külön applikáció lesz, az úgy hú, de jó lesz. Akkor annyi, hogy ezt az applikációt, ezt törölném, mert akkor ezt ne töltsétek le. Majd segítek, hogy mit, hogy kell. Akkor ezek nem kellenek nekünk. Akkor most lesz egy vágás, és utána már a Block Launcherben leszünk. Oké. Okay. Láthatjátok, már itt is vagyunk. Igen, nekem már az előző videóban mondtam, hogy már nekem a végső build, elvileg, állítólag a végső build van meg. Még nem tudható. Itt rámentek erre a kis kulcsra, ugye ez érthető. Itt a Texture Packs-nél jöttök, itt nekem, hát itt be is van nekem téve ez a Creeper Shaders, de itt olyat csináltok, ha minden igaz, hogy remove-olom, nem biztos, hogy megvan még, download-olom, és akkor itt a download-ba betesszük a... most jót teszek be, vagy nem biztos, hogy jó, de lehetséges. Nem tudom, ez nem valami hülyeségét raktam be szerintem. Igen, mert ez egy applikáció, Isten. Rosszat raktam be, elnézést. Itt megkeresitek igazából a dolgot, most a texture packet mutatom be. Meg a shaders-t is egyébként így betettétek, ugye itt vártok, hogyha betölti. Ha nem tölti be, akkor valamit a RAM-mal csináljátok. Igen, betölti, hát remélhetőleg be is tölti, úgymond rendesen. Most gyorsan csinálunk egy flatet, jó. Igen, és működik a 3D-s dolog, ez elképesztő,
Egyben akkor egy tutoriál is lehet, mert ez kibaszottul jól néz ki. Ez tényleg nagyon jó, halljátok. Hát még lehet, hogy lesz is így sorozat. Akkor mutattam már egy újabb jó cuccot is. De tényleg nem rossz. Basszus, tényleg. Hát nem rossz. Azt kell, hogy mondjam. Csak ez a fehér sótúcs idegesít. Jó. Hát itt igen, kicsit a kézbeli dolgokat nem tudták olyan jól megalakítani, de nem rossz ez olyan. Jó. Hát ez nem rossz igazából. Igazából elmegy. Csak valamit néztem, elnézést. Hát tényleg nem egy rossz. Arra lennék kíváncsi, mert ugye ezt mondtuk, ne szívass. És tényleg ennyire őrültem más. Jaj, nem ez kell. És tényleg ennyire másabb. Hát én ezt nem hiszem. De most egy pozitív csalódás lett belőle. Engem az izé érdekelne még nagyon a... Na igen. Opszi, hát valamelyiket nem tudták ábrázolni. Ez is kicsit jó. De ennyi baj legyen, egyébként meg lehet szokni, aki ezzel akar játszani. Hát ez se rosszul néz ki, azt kell, hogy mondjam, nem rossz. Oké, akkor kész az első. Ugye jönnek reklámok, na mindegy. Akkor ezt olyat csinálunk, remove, hogyha... vagy lehet olyat is csinálni mást. Na jó, hát itt is lennék. Egy kicsit várni kellett, elnézést kérek. Mindenért. Ú, nekem itt mennyi mindenem van, azt azért, ja, hát mondjuk be kellene lépni az, na, programozás, ja, tényleg, magyarosít. Igen, akkor most itt van a shaders, ezt beteszem, ezt a creeper shadows-t, beteszem, majd, most is vágás volt, beteszem majd, linkbe, vagy valami, vagy feltöltöm, és akkor majd le lehet tölteni az én linkemről. Akkor bejöjjünk ide, és akkor láthatjátok, hogy már is ennyire. De szólok, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon durván le tudja szedni a ramot, már nem azért mondom. Felhúzom én is a rendezést full, mondjuk ez most nem kell fullra, de mondjuk próbáljuk ki fullon. Minden fullon, bekapcsolva, Jézus már, milyen lag volt már a bekapcsolásnál is. Hát és még egy flat map is eléggé laggos. Azt kell, hogy mondjam, és most kipróbálunk valamit. Amire én is kíváncsi lennék, mert állítólag... Én nem figyeltem, de állítólag a... Na. Állítólag a... Mi ez már ezeket a... Hogy mondják? Ezt, ja. Ezeket a cuccokat. Állítólag, hogy mozog. Hát... ki szerint mozog, ki szerint nem. Hát... ja. Bár... De jó ez a nap. Hát ez annyira jó, hogy felnéztek is rendesen, mint hogyha tényleg a szemeteket kisütni a nap így ilyen. Hát ez... nem mozog, ahogy látom, de a füvet is mindjárt megnézzük. Ő itt a fű. Az mozog elvileg. Annak mozogni kell, elnézést a háttérzajért. Igen, ez mozog. Hát a egyik része. De a, hogyha izét nézünk, ilyen valamit. Aha, ez is mozog. Igazából nem is olyan rossz ez a cuccanat, csak mit kéne még megnézni, ami még meg lehet nézni. Az nem. Hát kár pedig megnéztem volna, hogy mozog. A virágokat meg kéne tényleg nézni, ilyen nagy virágot, ez nagy virág. Az is mozog, de jó. Na hát láthatjátok, most gyorsan egy kardot elveszek. Persze, diamond card. És itt is a izé, az megvan az ilyen fényviszonyok. Most itt lehet, hogy laggolni fog, mert 30 FPS-en a... 30 FPS-sel megy most a videó, úgy látszik, hogy 30. 30, hát de megy, mikor 40 nem így. Lol, de ezek úgy elkezdenek így.
Hát olyan, hogy... És akkor ezt még, hogyha nem lenne elég nektek, akkor még én tudom ezt tetőzni, mert hogy lehet ehhez még egy textúra packet is berakni, ami most a 3D-s textúra pack lesz, ami annyira jó összeállítás lesz, hogy szinte ki fog fagyni az minden. Na most nézzük meg, kifagyunk-e. Nem tudom, egyik garam mire elég, de nem kéne. Hát nem hiszem, hogy kifogunk, mert megjelent a fekete képernyő. Jó, elvileg nem fagytunk ki, de meglátjuk, hogy betette. Jó, azt a kurva. Hát ez se szó, se beszéd. Ez annyira, de oh my godon megy. Na hát ez most nézzétek, hogy így laggol egy flat. De hogyha még ez nem lenne elég, akkor kikapcsolnám. Minimum. Vélemény az nem kell. Hogyha ti nem akartok fancy grafikot, a szép grafikát, az nem kell, beautiful kies. És mindent lekapcsolnánk, lol, nem megy lejjebb annyira. És így megy akadás nélkül, lol, hogy mindent lehúztam minimumra. Hát ez azért eléggé aggasztó dolog, de viszont, ha ti akartok ilyen jobb, naposabb cuccot, és hát jobbat, és még egy 3D-s textúra packet is, és nem akartok nagyon kifagyni egy fájtól, nagyobb fáj közben, egy ilyen éjszakai nagyobb fáj közben, akkor nem ajánlok mindent furahúzni, még egy gigarammal sem, mert én videó és közben is, hú, nem, mit nem mondjak úgy, ennyi szerintem elég. Hát igen. De igazából most Fencing Grafika, Beautiful Skies, mindent bekapcsolok. Na ez az a Via Bobbling, ez nem kell. Na így már, jó, hát ez a, de várjunk a fájlt, kikapcsolom úgy jobb. Mert lehet, hogy egyébként csak egy dolog tesz be, ezt ki kell nektek tesztelni, hogy mi tesz keresztbe, és akkor mondjuk a fájlt kikapcsolom. Hát, mondjuk fogjuk rá, hogy az sokat tett. Láthatjátok, ennyire ilyenkor be van fagyva, nagyon durván rossz tudsz. Ez az Animated Water, és így. Igen, nekem a víz animáció tett be neki, mert ugye, azt ez milyen jól megvan csinálva, mint a milyen földgömbben a víz. Ugye a látótáv az lefelé és felfele is hat, ugye bár. És mivel a nem látjuk, de mivel itt alattunk lehet több tíz blokkra nagy tenger, láva tenger, vagy akármi, stb. Cucc. Ezért most pont ennél jó hülyeséget mondtam, mert hát ennyi. Essünk le. És ilyenkor fel lehet jönni, vagy mi? Essünk le, én azt mondom. Na. Jó, nem haltam meg. Hát, de jó. Ízdi. De jó nekem. Ja, igen, itt a chat egyébként. Olyan. Ilyen per cuccok nincsenek. Spawn. Vagy per timeset. Nem tudom, mert igazából... Vagy nem is tudom, hogy kell bírni. Time set vagy set time per set time. Igazából. Jó. Hát igazából ennyi lett volna ez a bemutató idő. Szerintem mindent megmutattam, amit lehetett. Most lesz egy vágás, és akkor még megmutatok egy pár dolgot, amivel lehet csalni. Na, itt is vagyunk, és bizonyára sokan ismeritek szerintem az MCP mestert, vagyis hát master. MCP mester. Ez az alkalmazás iszonyatosan jól meg van csinálva, és már régóta optimalizálva van a 0.12.1-re. Itt annyi mindent be tudtak állítani, skint, modokat, itt mutatja a kép is egyébként, hogy itt be lehet addolni magadnak, enchantolni, 2000-es enchant szintet tudsz magadnak csinálni. Itt írják, látjátok, hogy nagyon jó, 4,6-os értékés van, ami rettentően jó, 21.868 felhasználó adta így rá.
és rettentő jó, 4,6, hát azért az eléggé durván jó. Ezzel csalok, és egyébként meg a launcherem az... launcher... Aj, de mindig elírom. Pro... Most is Pro 2. Hú, nem tudom, megtalálom-e így. Jó, ez így nem található, szerintem. Akkor így írjátok be, hogy launch, csak így launcher, ennyit beírtok. És akkor itt lesz olyan, hogy igen, megtaláltam itt a Marshalló launcher, beírjátok Marshalló, és akkor megtaláljátok. Van benne menü, stb. STB, blablabla. Akármi, na hát remélem, hogy tudtam segíteni neked is, aki tudja most kire értem, aki kérte ezt a dolgot. A figyelmet, ez az voltam, szia!